hogy a jó Isten szakadjon-e belétek, hogy rohadjatok-e meg, pusztuljatok-e éhen, hogy rohadjatok meg. Az kellene nekem csak a pénzem, mi? Az kellene nekem. Hát mi kell nektek még? Hát mi? Hát mégis mi? Hát mi kell nektek? Mi? Pénz, az kell. Az kell nektek. Hát mennyit fizetek-e számlára? Hát drágult-e a vodka? Drágult a cigi? Drágul minden. Hát most már nem tudom-e tovább fizetni a pénzemet, hogy a rohadás, a szomorodás álljon beléje abba. Tudjátok, hogy kibe? Kicidok nagyon. Ezeket most bemutatom. Nem kell, hogy mondjam. Itt van, nesztek. Nézzétek csak meg. Ezek a mocskos, büdös gecik, hogy a jó Isten szomorítsa meg őket. Hát mit képzelnek-e? Állandóan csak a pénzt követelik. A pénzt, pénzt és a pénzt. Nem telhetetlen mocskos-e pofájuk, szemtelen disznók. Állandóan csak a pénzt követelik. Ahogy rohadjanak meg. Ahogy a mocskos köcsög elmű. A büdös köcsög hótáv. A mocskos feltáv. A díjbeszedő. A csevak, hogy lenne vak. Az OTP, azt a mocskos OTP-t takarék. Otthon tartsd a pénzedet. Arról szól az egész. OTP. Mit jelent? Elmondom röviden, tömören szavakba. Otthon tartsd a pénzedete. És az Erzsébet utalvány meg kaját se ér, hát a kutyámnak nem tudok belőle kanzervet venni. Hát milyen világban élünk-e, kérem? Hát drágul a dohány, drágul a cigi, drágul a vodka, drágul már mindene, drágul a telefon, drágul a dizodor, hát akkor mi van már? Hát már minden drágul. Már drágul a gyógyszer is, hát az is drágul. Hát már minden drágul. Hogy basszátok meg? Mert más nem kőle nektek. Más nem kőle nektek, csak a pénzem, a pénzem, a pénzem, ugye? De nem baj, majd megtudjátok ti mocskos parasztok-e a kurva anyátokat, hogy szomorodjon meg az Isten, szomorítson meg az Isten benneteket, te! Rohadjatok-e meg éhen, dögöljetek, hogy ne legyen se áldásul, se kerelésetek. Meglestek késelve-e, meg lesz elleszvágva a nyakatok-e? A jó kurva anyátokat-e. Hát te velem aztán nem szórakoztok, én Sárgó Tárjáni vagyok. Velem nem szórakoztok-e? Hívom a tesómat. Hello, szevasz, én vagyok a rajcsávó. Vágod? Ezeket a köcsögöket le kéne baszatni, vágod? Aha, aha, jó, jó. Igen, igen, mert drágul minden. Drágul a lekvár, drágul a vodka, drágul a telefon, drágul minden. Itt vagyok egy csomó pénzen, nem tudok fizetni, mert nem kapok pénzt. Meg kell őket baszatni, vágod, tesókám. Érzed ezt? Oké, okay, jó, csá, csá, csubi csörcsé, csoki tészta. Na, most ezek el lettek intézve. Én nem fogok kifizetni nektek, leszopotjátok a faszomat, leszopotja a faszomat az összes köcsök, bankos, geci. Kurva anyátokat, karácsonyra hitelt vegyek föl, mi? Még mi a kurva anyátokat nem akartok? A faszomat nem akarjátok leszopni? Büdös köcsök faszopók! Rohadjatok meg! Mocskos faszopók! Szégyentelen mocskos parasztok! Mocskos rohadt szemét, büdös kapitalista gecik! Nem szégyenlitek a pofátokat! Csak a pénzt tudjátok követelni! Mert a lekvár is drágul, ám a lekvár! Hát a lekvár is drágul! Hát drágul a Pales, drágul-e, drágul a mobile, drágul a dezador. Ó, öcséme, hát nézd meg, hát az Erzsébet utalvány, hát olyan szomorú ez a gágyi, nézd már meg. Hát olyan szomorú, hogy majd kiszakadnak a szemei. Épp, hogy el nem sírja magát, hát mire megyek ezzel az Erzsébet utalvánnyal? Hát a kutyámnak nem tudok belőle száraz csontot venni. Hát mi ez, kérem szépen, mi ez? Így kihasználják az embereket? Hát szégyeljétek a pofátokat, szégyeljétek, szégyeljétek, szégyeljétek. Ezt nem fogom hagyni. De nem fogom ám hagyni. Bizony, bizony, kitervelek valamit ellenetek, hogy ezt ne fogjátok megérezni. Ezt bizony nem fogjátok annyiba hagyni. Aztat nem ám, nem engedem ám nektek, aztat mit képzeltek-e magatok?